Javában tart a tél, ám a mostani enyhe időjárás kedvezően hat a baktériumok és vírusok terjedésének, ennek ellenére még most sem fenyeget tömegeket az influenza. Jelenleg az 53. hét adatai alapján sem országosan, sem megyei szinten nem beszélhetünk influenza járványról. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz influenza járvány. A tapasztalatok alapján január elején szokott a fertőződéseknek a száma megemelkedni, és a járvány csúcsa jellemzően február közepére, március elejére szokott esni, de ugye ezt előre nem tudjuk megjósolni. A szakemberek akkor beszélnek influenza járványról, ha 100 000 lakosra minimum 150 megbetegedés jut. Eddig országos szinten az elmúlt héten ez az arány 33 volt, míg megyénkben 14,4 megbetegedési adatot rögzítettek. Ez tehát jóval alatta van a járvány szintjének, melyet jól bizonyít, hogy kevesen keresik fel influenzás panaszokkal az orvosokat. A makói gyermekorvosi rendelőben is a mostanában gyakori hányásos hasmenéses vírussal érkeznek a kisbetegek, ám sokan védekeznek az influenza ellen is. Marslakócskát, én és almát, és ilyesmit. Immunerősítővel, C-vitamin, citromos tea. Mással immunerősítővel. Mással nem tudunk. A házi orvosok már november óta adják be az influenza elleni védőoltást. Ezt kérni még most sem késő, hiszen a járvány a téli hónapok végére várható, és az oltás egyébként is egy évig nyújt védettséget. A szakemberek szerint ráadásul ez az egyetlen módja a megelőzésnek. Azért érdemes különösen cukorbetegeknek, tüdőbetegeknek, minden olyan gondozottunknak, aki valamilyen általános rendszerbetegséggel küzd, ezt a védőoltást felvenni, mert a szövődmények ezekre a betegekre nézve általában gyakrabban fordulnak elő, illetve a lefolyásuk súlyosabb. Gondolok itt egy tüdőgyulladásra, ami nem mindegy, hogy egy cukorbetegnél bekövetkezik-e vagy sem, hiszen a gyógyulásuk is sokkal nehezebb. Az influenzás megbetegedések számadatait hetente figyelik a népegészségügyi osztály dolgozói. Az influenza járvány idején híradónkban mi is felhívjuk rá a figyelmet.